Sziasztok! Ebben a videóban azt mutatom meg nektek, hogy hogyan szoktam készíteni a sűrített olajat, illetve magának az egész folyamatnak a készítése. Ugye egy korábbi videóban már bemutattam azt, illetve volt egy cikk arról, amelyiket itt a videóhoz mellékelt blogbejegyzésben, amit ide kattintva meg tudtok nézni. Tehát ebben a blogbejegyzésben már írtam arról, hogy hogyan tisztítunk házilag olajokat, hidegen sajtolt olajokat festészeti célra, és hát azt is arról is beszéltünk, hogy ugye volt itt a YouTube-on egy videó arról is, hogy hogyan kell ezt az úgynevezett vizes tisztításnak a módszerét alkalmazni, illetve mutattam egy módszert, hogy hogyan szűröm le a ilyenkor az olajokat. Most itt közben nekem egy kis dióolajam letisztult az idők folyamán, ezt néhány hete tisztítom. Itt kint volt a garázsomba, és most elérkezettnek láttam az időt, hogy ezt az olajat átfejtsem első körben, aztán utána kiteszem, most ugye itt a nyár, itt a meleg jó idő, tehát kiteszem ilyen tálcákra a napra, hogy besűrítsem, hogy az úgynevezett sűrített, napon sűrített olajat készíthessem el belőle, ami az egyik legkiválóbb festőszer. Nagyon komoly ára van, ilyen 15 és 70 ezer forint között van 1 liter a világpiacon különböző művészellátokban, attól függően, hogy milyen kiszerelésben, meg melyik márkától veszi az ember. Tehát nagyon drága ez a napon sűrített olaj, ez azért van, mert egyrészt ugye a kézi tisztításnak a folyamata ebbe a hidegen sajtolt olajnál nagyon fontos és munkaigényesebb, mint egy ipari megoldás, illetve hát maga a napon sűrítés is egy kevésbé produktív és sokkal munkaigényesebb módszer, legalábbis ipari módszerekhez viszonyítva. Tehát én most bemutatom ezt az egész folyamatot, mert most, hogy ezt az elkészült, letisztult dióolajat itt most én le fogom szűrni, le fogom fejteni, és közben már közel 2 hete 3 ilyen kis tálcán lenolajat sűrítek, ami már be is sűrűsödött, úgyhogy meg tudom mutatni a különbséget, és fel tudom venni most videóra azt is, hogy az elkészített sűrített olajat hogyan fejtem át, így az egész folyamatot le tudom nektek ebbe a videóba adni. Először is itt a kamerát most közelebb viszem, leveszem az állványról, és megmutatom azt, hogy mi a helyzet ezzel a sűrítéssel, illetve ezzel a tisztítással, amit itt, amiről annyit szoktam beszélni. Megpróbálok ráfókuszálni, tehát hogyha megnézitek, a víz és az olaj találkozásánál láttok egy fehér sávot, egy ilyen fehér réteget, ez az a bizonyos nyálka réteg, amit ki kell szűrni a hidegen sajtolt olajból ahhoz, hogy az egy jó minőségű legyen. Ezt a nyálka réteget fogjuk most eltávolítani, illetve egyszerűen leszedjük fölüle a tiszta olajat. Itt lehet látni az üvegnek az oldalára is lerakottak ebből a nyálkából. Ez azért volt, mert volt mozgatva az üveg, és akkor innen fölülről valamennyi nyálka lekerült ide itt a vizes részen, és föltapadt a palack falára. De mint láthatjátok, fölötte az olaj teljesen tiszta. Tehát ez a bizonyos nyálka réteg, ami nem kívánatos. És fölülre 1-2 centivel leszedünk minden olajat, és az lesz a mi tiszta, hidegen sajtolt, házilag tisztított olajunk. Most visszateszem a kamerát az állványra, és akkor bemutatom itt a folyamatot nektek. Ugye múltkor azt mutattam be, hogy alul itt az olajat kiukasztottam és leengedtem, lecsapoltam az olajat. Most egy egyszerű módszert mutatok be, amikor egy fecskendővel fogom leszívni. Ehhez óvatosan levágom az üvegnek a felső részét,
az olaj fölött 1-2 centivel, egy szikével. Próbálom nem annyira mozgatni, finoman mozgatni csak a palackot, hogy ne rázódjon nagyon össze, hogy nehogy ez a nyálka réteg nagyon fölkeveredjen, és visszakerüljön egy része az olajba, mert ez eléggé instabil, ez a nyálka réteg, eléggé könnyen keveredik az olajjal. Azért nem szeretem ezt a fecskendős módszert, mert amikor leérek az aljára, majd meg fogjátok látni, hogy 1-2 centire vagyok a nyálka rétegtől, akkor már a fecskendő szívó hatása elkezdi fölszívni ezt a nyálkát is finoman. Emiatt ezt mellőzni szoktam, de most tudom ezt a módszert alkalmazni. Tehát itt van egy fecskendő, és mivel tudom, hogy itt mindjárt az olajnak egy részét ugye napon fogom sűríteni, ezért ezekbe a tálcákba fogok mindjárt kimérni olajat, úgyhogy el is kezdem az olajnak a felszívását. A tálcákba annyi olajat teszünk, hogy körülbelül 1-1,5 centi vastagságba legyen. Minél vastagabb rétegben van az olaj a tálcába, annál nehezebben és lassabban fog majd megsűrűsödni. Annál tovább tart ez a sűrítési folyamat. Ezért én inkább több tálcát szoktam alkalmazni, és arra figyelek, hogy ne nagyon legyen egy tálcában ilyen 1-1,5 centinél több olaj maximum. Nagyon finom illata van, kicsit avas illata van, ez a dióolajnak a jellemzője, hogy könnyen avasodik, de ez csak egy kellemetlen szaghatás, aminek festés technikailag nincs jelentősége. A Tesco-ba szoktam vásárolni ilyen ételszállító vagy ételfagyasztó kis műanyag tálakat. Ezek nekem nagyon beváltak, mert olcsók, és így nem annyira kár értük, hogyha pár alkalmas használat után ki kell dobjam őket, mert ugye az olaj itt ott beleszárad némileg. És akkor mindegyikbe körülbelül ilyen 50-60 ml olajat teszek. Jó, ez a része meg is van, most közben itt egy üvegbe is teszek valamennyi olajat. Ezt már nem sűríteni fogom, hanem ezt ugye egyéb célokra fogom felhasználni, például fekete olajat készítek belőle, vagy ha valamilyen egyéb festőszerhez hígabb olaja lenne szükségem, nem a sűrű olajra, akkor ezt használhatom. Ez egyébként egy ilyen bébi ételes üveg, amiket szeretek, mert ilyen kis kompakt méretük van, és ezekből egy jó párat eltettem magamnak, mikor az unokámék itt voltak nemrég nálunk, mert így hozzájutottam egy kis bébi ételes üveghez, úgyhogy nem csak azért vettem örömmel bébi ételeket, hogy az unokám kedvére legyek vele, hanem önző módon arra is gondoltam, hogy milyen jó lesz ez nekem majd ilyen olajos üvegnek, és igazam lett, mert nagyon praktikus. Ezeket az üvegeket is a napon fogom tárolni, ugyanis a nap
ban lévő UV-sugarak, azok halványító, fehérítő hatást gyakorolnak az olajra. Bár ez később, hogyha egy sötét szobába tartjuk, ez vissza tud sötétedni. Sőt, a festményen, hogyha ráfestjük a képre, akkor a festményen is az olajfestékben lévő olajtartalom sötétedik a sötét szobákban. És érdekes módon, ha egy régi besötétedett festményt újra napsugárzás hatásának teszünk ki, néhány hétre mondjuk, akkor újra kivilágosodik. Tehát az UV-fém, az UV-fény az a már kész megszáradt olaj festéket is képes utólag kivilágosítani. Ez egy érdekes tulajdonsága. Szükség van még bébi ételes üvegre. Vagy hát majd ezt inkább lehet, hogy arra fogom úgy fogom használni, hogy lesz még felszabadul mindjárt 3 tárca, és akkor ezeket abba fogom belefejteni. És így 6 tárca olajat készítek. Na, tehát itt van egy adag híg dióolaj, és van már 3 tárcám, ami elő van készítve arra, hogy a napra kitegyem. Akkor most megnézzük a már sűrűsödő olajakat, úgyhogy most megint leveszem a kamerát az állványról, és oda megyek, megmutatom, hogy eddig mit csináltam. Tehát most itt vagyunk a kertem egyik szegletében, a málna bokor mellett. Itt van egy kis téglarakásom, és itt egy ilyen alkalmas területet találtam az olaj szőkítésre, viccesen mondva. Tényleg szőkítés, mert látható, hogy mennyire kivilágosodott. Tehát amit itt láttok, hogy van néhány palack olaj. Ebből a kettő palackba szintén hát olajat tisztítok, ugye a sósvizes módszerrel. Itt lenolaj, illetve mellette dióolaj, egy kisebb mennyiségű dióolaj látható még. Ezek újak, ezeket néhány napja kezdtem el tisztítani. Itt kettő bébi ételes üvegbe már elkészült lenolaj van, ami tisztított lenolaj, és itt az üveglap alatt láttok 3 darab ilyen tálcát, ezekben már elkészült sűrített olaj található. Ahogy látjátok, ezt a 3 tálcán 2 ilyen régi nem használt ecsetet keresztül fektettem, és így úgy tudom rátenni az üveglapot, hogy közte marad egy kis hézag, ahol szabadon tud levegőhöz jutni. Ez fontos, mert ahhoz, hogy besűrűsödjön az olaj, nem elég a napsütés, meg a meleg, hanem oxigén felvételre is szüksége van. Itt van egy ilyen kis keverőbot, ezzel minden nap át szoktam keverni az olajokat, ugyanis ilyenkor, amikor már sűrűsödik, akkor elkezd bebőrösödni. Itt látható is egy kicsit, hogyha ráközelítek a kamerával, hogy talán jól látható, hogy be van bőrösödve egy kicsit ez a sűrű olaj. Úgyhogy ilyenkor ezt a bőrösödés elkerülése véget föl kell minden nap egyszer vagy kétszer keverni. Én úgy szoktam, hogy ilyenkor az utolsó stádiumban már reggel este megkeverem. Ez nem egy nagy munka, körülbelül egy 20 másodpercet kevergetem, felszakítom az ilyen kezdődő bőrösödéseket, aztán hagyom ismét nyugodtan a tálcákat. Tehát ennyi munka van tulajdonképpen az olajokkal, amik besűrűsödnek, hogy minden nap rá kell nézni, és föl kell őket keverni. Az is látható, hogy tele vannak ilyen kis bogár tetemekkel, bogár részekkel. Ezzel nem kell aggódni, mert úgyis kiszűrjük az olajat, leszűrjük, és ezek kimaradnak majd belőle. Ezt nem lehet megúszni, hiszen ezek a bogarak szeretik valamilyen ennek az olajnak talán az illatát, és hát mivel hogy kell ugye levegőt, légrést hagyjunk az olajos edény és az üveg között, ezért ott be tudnak menni. Gondolkodtam abba is, hogy esetleg ilyen szúnyoghálót terítek rá, hogy azzal megvédjem, de igazából az is csak szűrné jobban a napsugarait, és ez lassítaná a folyamatot, úgyhogy igazából nem foglalkozunk vele, hiszen úgy is le fogjuk szűrni. Úgyhogy most ezeket viszem is, és le is fogom szűrni. Tehát közben én visszaérkeztem a hátulról a kertből, és idehoztam ezt a 3 besűrűsödött olajat. Úgyhogy most ezekkel fogunk dolgozni. Mindenek előtt összeöntöm egy tárcába a 3 tárcának a tartalmát.
ehhez fogok egy ilyen kis tiszta ecsetet, és ezzel finoman segítem az olajnak a maradéktalanuli átöntését a tárcába. Letörölgetem a falára tapadt olaj részeket. Különösebben nem tisztítgatom ezt a tálcát, hanem azt fogom csinálni, hogy ilyen papírtörlővel, miután a nagyjából minden olajat, amit tudtam, átfejtettem ebbe a másik tálcába, egy papírtörlővel kicsit kitörölgetem, hogy ne legyen annyira szemetes, meg ne nagyon maradjon benne sok sűrű olaj, és akkor újra felhasználom, újra bele fogok tölteni abból az edényből ezekbe is. Ugyanez most lennolaj és az dióolaj, de ilyen kis mennyiségben nem baj, hogyha egy kicsit belejut esetleg abból az edényből. Ez elég sok már, úgyhogy megnézzük. Hát még ezt is áttöltöm. Én szoktam ugye a tanfolyamom részvevőinek javasolni, akik nálam járnak tanfolyamokra, hogy festőszernek ilyen sűrített olajat használjanak, és saját maguk keverjék a festőszereket. Erre itt a blogon is találtok recepteket, bár lehet, hogy most nem elérhető az a bejegyzés, de hamarosan újra elérhetővé teszem, esetleg még lehet, hogy ma megcsinálom azt is, hogy a videót mikor nézzetek, akkor megtaláljátok. A lényeg az, hogy ezek a sűrű olajok sokkal gyorsabban száradnak, és olyan zománcosabb felületet adnak, olyan fényesebb, zománcosabb felületet, tehát önmagában emiatt már egy nagyon jó festőszer. Aztán ez a mézhez közelítő sűrűségük, ez egy kicsit olyan balzsamossá teszi őket, ezáltal jobb tartást ad a festéknek, hogyha ezzel keverjük, ha ezt használjuk festőszernek, és sokkal nehezebben folyik meg az ezzel hígított festék, mert testesebb ez az anyag, mint egy híg terpentin, vagy egy híg lenolaj, vagy annak a keveréke. Ezen kívül nagyon jól terül, tehát úgy viselkedik, mint a lakkok, meg a zománcok, vagy mint ahogy a damárlak és a velencei terpentin is, amit csinál, hogy egy kicsit ilyen tükörsimára képes kiterülni ez az anyag, illetve az ezzel hígított festék. Ez a terülő képesség is sok esetben jól jön a festészetben. És hát ugye én ezt használom komponensnek is, tehát ezt egyébként nagyon jól lehet olyan festőszernek használni, hogyha valaki nem szeret, vagy allergiás az oldószerekre, a terpentinre és a lakbenzinre, akkor ezzel az anyaggal, kicsit fúj a szél sajnos, nem tudom, hogy hallottok, tehát ezzel az anyaggal akár tisztán is meg lehet próbálni festeni, és elég jó eredményeket lehet elérni, tehát egy oldószermentes festőszerként önmagában ezt a sűrített olajat jól lehet használni, hogyha nem visszük túlzásba, és hasonló hatást fog adni ez az anyag, mint hogyha egy ilyen gyantás festőszert használnánk, amiben valamilyen gyanta származék, velencei terpentin, Kanada balzsam, vagy esetleg damárlak, vagy egyéb ilyen kemény gyanta található, tehát ez is egy ilyen fényes, szépen terülő bevonatot fog adni. És ugye mivel be van sűrítve, itt az azt jelenti a sűrítés, hogy elkezdődik az olaj oxidációja, az olaj száradási folyamata, ezért ez az olaj már gyorsabban szárad, mint egy átlagos művészlen olaj, tehát tulajdonképpen ez az anyag egy száradás gyorsító hatást is képes kifejteni a festékre. Természetesen a dióolaj lassabban szárad, mint a lenolaj, tehát nem mindegy, hogy melyik verziót használjuk, de mint látjátok, én azért használok mind a kétféle olajból, tehát én használom a dióolajat, a lenolajat, sőt még mákolajat is speciális célokra, mind a hármat tisztítom is itthon, és sűrítem a lenolajat és a dióolajat ezek közül, úgyhogy most ezt fogjuk használni. Ez az az úgynevezett háztartási festékboltokban kapható lakszűrő tölcsér.
Ez egy papír tölcsőr, aminek az alján ilyen kis szúnyoghálószerű, nagyon finom háló van. Ezzel ilyen finom dolgokat lehet kiszűrni. Ezt az olajat teljesen maradéktalanul át lehet szűrni az ilyen bogár alkatrészektől ezzel az eszközzel. Ez a doboz, ez egy Umpton polimerizált olaj tartálya, ami kifogyott, festőszert készítettem ebből is. Ezt is szeretem, ezt az anyagot, mert boltba ez az Umpton polimerizált sűrített olaj az egyik legjobb alapanyag, amit most lehet kapni Magyarországon. Hasonló tudása van, mint ennek a napon sűrített lenolajnak. Annyi különbséggel, hogy nem is olcsó egyrészt, másrészt a napon sűrített lenolaj, illetve dióolaj, ezek sokkal jobbak azok miatt, az okok miatt, amiket ugye már kifejtettem többször. És akkor most elkezdjük egyszerűen ebbe a tartályba, elkezdem beleszűrni a sűrített olajat. Nem fog gyorsan menni, ugyanis ez tényleg olyan, mint a méz, ragad, emiatt eltart egy ideig, amíg ez a szűrési folyamat lezajlik, elég lassan csurog. Nem tudom, mennyire látszik ott a kamerán, de elég vékony sugárban csurog át a szűrőn. Ugyanis hát ez hasonlít a konzisztenciája a mézhez, ennek a sűrített olajnak. Most egy kicsit még meleg is van, és a melegben az olajok mindig hígabbak, mint hűvösen, de mondjuk egy ilyen 20 fokon már ez eléggé sűrű lesz ez az anyag. Hogy meddig sűrítjük az olajat, ugye az is egy érdekes kérdés, ugyanis ezt lehet fokozni, lehet egészen nagyon sűrűre, amikor már tényleg alig tudjuk önteni annyira sűrű, hogy már ilyen lassan mozdul az anyag, akkor ugye tovább hagyjuk kint a napot, néhány nappal tovább, mint ameddig mondjuk most. Ez egyéni belátás kérdése. Ez a konzisztencia, amit én most beállítottam, ez nekem bevált, ez egy elég sűrű olaj, de még jól kezelhető. Ha nagyon sűrű, akkor előfordul, hogy utólag kell hígítani, olyankor vagy terpentint adunk hozzá, esetleg egyéb damárlakkot, illetve lehet hozzá tenni normál művész lenolajat, vagy művészolajat, vagy ilyen az előbb, amit itt külön leszűrtem, a tisztított lenolajat, vagy dióolajat is. Azokkal is tudjuk hígítani. Egy-két ilyen kis bőrös rész is van benne, ugye azért teljesen nem tudtam megóvni a bebőrösödéstől a napon sűrítés közben, úgyhogy valamennyi kis bőrösödés van benne. Most majd szerintem itt meg fogom vágni a videót, mert ebben most semmi érdekes nem lesz. Annyi, hogy itt szép lassan öntögetem az olajat, és meg kell várni, míg átcsurog ezen a szűrőn, és akkor ezt a egy-két percet, ami még előttünk van, ezt kivágom a videóból, és majd a befejezésnél folytatjuk. Na, közben itt visszaveszem a szót, és újra elindítom a felvételt, illetve tovább folytatjuk a vágás után. Közben kiürült az edényem, és nagyjából az olaj nagy része átment a tölcsérem. Itt ugye most már lassabban folyik, már nincs akkora nyomás, mert kisebb a súly fölötte, és elég jól besűrűsödött az alja, mert itt van ez a rengeteg ilyen bőrösebb rész, és a sok bogár darab, bogár alkatrész, úgyhogy egy kicsit így ecsettel megbolygatom. Talán így a kamera felé fordítom, így lehet látni, hogy mi van itt a tölcsérben, mi gyűltötte. Menet közben történt egy kis baleset is, mert az ecsettel itt piszkálgattam, és egy kicsit véletlenül belekerült az edénybe egy kevés ilyen bogaras olaj is, úgyhogy még egyszer át kell majd szűrnöm ezt az olajat. Egyébként még előfordulhatnak, hogy kisebb, apróbb ilyen porszemek, vagy egyéb szennyeződés marad ebbe az átszűrt olajban, amivel különösebb probléma nincsen, ugyanis ez ülepedni fog. Tehát néhány nap alatt
ezek az apró kis szennyeződések, amik még itt előfordulhatnak, azok le fognak ülepedni ennek az olajnak az aljára. És hát egész egyszerűen, amikor felhasználjuk, akkor arra figyelünk, hogy a leülepedett részt ne öntsük át abba, amire használjuk, vagy szimplán le is tudjuk róla fejteni. Tehát itt, ami maradt, ez már főleg csak ilyen bőr, még egy pár csepp van. Ezt megvárjuk, és akkor készen vagyunk. Jó, készen is vagyunk, úgy gondolom. Most fogom ugye kitisztítani ezeket az edényeket, ahogy mondtam, de előtte még egy érdekességre felhívnám a figyelmet, hogy nézzétek meg a két olaj közti különbséget. Ez a frissen tisztított olaj, ez pedig a napon sűrített olaj, és látható, hogy a napon sűrített olaj mennyivel világosabb, mennyivel fehérebb, mint a frissen tisztított. Ezek az olajok, amik ilyen sárgák, amik ugye frissen vannak tisztítva, két hét múlva ezek is ilyen világosak lesznek. Ennyit tud a nap, sütés, az UV-sugarak, ennyit világosítanak az olajon. Most kitörölgetem a használt tálcákat. Egyrészt, hogy ezeknek a bogár részeknek a nagy része meg a szennyeződés kikerüljön belőle, bár ugye azt úgy is le fogom majd szűrni utólag, de hogy ne maradjon annyi lenolaj az edénybe, hiszen most dióolajat öntök bele. Semmi baj nincs abból, hogyha a dióolaj meg a lenolaj keveredik. Mi magunk is sokszor praktikus, gyakorlati szempontok miatt szoktuk a két olajat összekeverni, hogyha különböző speciális festőszereket készítünk, esetleg olajfestéket, úgyhogy nyugodtan lehet őket keverni, de azért, hogy ugye minél tisztább legyen az anyagom, az alapanyagom, azért én kitörölgetem. Az ilyen használt olajos papírokat pedig el szoktam égetni. Én mondjuk ezt könnyen megteszem, hiszen családi házban lakok. Ugyanis vigyázni kell, mert az olaj, hogyha ilyen rongyokkal, meg pamut anyagokkal érintkezik, akkor hajlamos öngyulladást okozni a lenolaj. Ezért én inkább, hogy az ilyen baleseteket elkerüljem, nehogy valami tűzeset legyen, ezért én inkább ezeket időről időre égetem, nem gyűjtöm őket túlzottan sokáig. Készen is vagyunk. Na, már csak annyi van vissza, hogy ugye itt még maradt egy kis tisztított olajam, és azokat átfejtem ebbe, és most már 6 tálca olajat fogok napon sűríteni, úgyhogy ez körülbelül kétszer annyi mennyiség lesz, mint amennyit most a 3 tálcából visszanyertem. Itt már óvatosan járok el, ugyanis kezdett leérni a nyálka réteghez, és már érzékelem, ahogy felhúzódik, ahogy felhúzza, felpróbálja szívni a nyálkát a fecskendő, úgyhogy lassan szívom fel az anyagot, és figyelem folyamatosan, hogy ne szívja föl ezt a nyálkát.
már látható is, hogy került a fecskendőbe ebből a nyálkából, úgyhogy itt most meg is állok. Mert így akkor értelmét veszti a folyamat. Tehát ezt az anyagot, ezt most újra fel fogom használni. Amennyire tudom, le fogom szedni a nyálka rétegről a maradék olajat, és újra át fogom tisztítani, hozzáteszem egy másik adag már tisztulás közben lévő olajhoz, és így mentek meg, amennyit tudok belőle. Tehát most egy kanállal, kicsit még ülepítem, egy kanállal le fogom szedni a nyálka fölül a maradék olajréteget, és így kevés olajat veszítek, és tökéletesen nem fogom nyálka nélkül leszedni, ezért kénytelen leszek majd valamennyit, tehát ez egy szennyezettebb olaj lesz, de ezt hozzáteszem egy már tisztítás közben lévő olajhoz, együtt tisztítom őket tovább, és akkor így ugye arányosan vissza nyerek ezekből a mennyiségekből. Úgyhogy most a maradék két tálcát ebből a már letisztított olajból fogom. Kiszedni. És egész egyszerűen azt fogom csinálni, amit az előbb elmagyaráztam, hogy ugye ezeket is letakarom egy üveglappal, és egy újabb két heti várakozás következik, amíg szépen letisztulnak ezek az olajok. Jó, készen is vagyunk. Hát nem sok maradt a tisztított olajból, de ugye az utánpótlás már ott tisztul, ahogy az előbb mutattam, úgyhogy semmi probléma, ezt pedig ahhoz hozzá keverem. Ugye én szoktam javasolni, hogy 2-3 alkalommal tisztítjuk meg az olajokat, tehát átfejtjük és újra vízzel elkeverjük, ezt ahogy a korábbi cikkben már elmondtam. És ezt a folyamatot 2-3-szor megismételjük, mindig tiszta vízbe tesszük, és itt tudjuk tökéletesen, nyálkamentesen letisztítani. Elvileg az utolsó tisztításnál már nem is lesz nagyon nyálka, úgyhogy akár odáig is el lehet juttatni ezt a folyamatot. Úgyhogy ez a sors vár. Jó, tehát ez volt ez a videó. Fogok a videó után itt készíteni egy blogbejegyzést, amit ugye, ha ide kattintotok, akkor meg tudjátok nézni. Ott leírom ennek a folyamatnak az egyéb háttér információit, és lesz majd szó egy következő bejegyzésben a festőszerekről, ahol pedig el fogom mondani, hogy mire használom ezt az anyagot és hogyan. Jó? Köszönöm, hogy itt voltatok, csináljátok meg ti is, nagyon olcsó, egyszerű, és igazából megéri, mert egy fantasztikusan jó anyagot kaptok. Sziasztok!